A szolnoki rendőrkapitányságra bejelentés érkezett, miszerint a városban elloptak egy lezárt kerékpárt. A rendőrök a helyszínen adatot gyűjtöttek, így látókörükbe került egy férfi, akit másnap este a jubileum téren igazoltattak a lopott két kerekűvel. A fiatalkorú abonyi lakost előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, a fiatal beismerő tett, amiben összesen négy kerékpár eltulajdonításáról számolt be a rendőröknek. Kutatást tartottak nála, ott még egy nagyobb értékű mountainbike-ot foglaltak le a rendőrök. A rendőrök négy rendbeli lopással gyanúsítják, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. Szintén a szolnoki rendőrök derítették fel annak a kerékpárnak az ügyét, melyet eltulajdonítottak egy helyi társasház lépcsőházából, a feltételezett elkövetőt az egyenruhások elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Több büntető eljárás egyesítését követően a 23 éves szolnoki férfit négy rendbeli lopás, három esetben bolti lopás elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgattak, majd őrizetbe vettek és letartóztatására tettek előterjesztést.